Jelentősen nőtt a benzinkutak forgalma az év első fél évében, köszönhetően az inkább lefelé mozgó üzemanyagáraknak. Míg korábban, mintha hullámvasúton ültek volna az árak, addig most lefelé mozog mind a 95-ös, mind pedig a gázolaj literenkénti ára. Olcsó a kőolaj, ez pedig meglátszik a hazai ártáblákon is. Július közepén még 400 forint körül mozgott a legnépszerűbb üzemanyag literjéért fizetendő összeg, most viszont mindössze 340 forint a benzin literje. Az autósok persze örülnek a mélyrepülésnek. Sokat utazunk, sokat megyünk, ugye szolgáltatunk, és nekünk azért nem mindegy, hogy milyen árfekvéssel megy az üzemanyag. Hát természetesen annak örülünk, hogyha ez lefele megy, akkor tudunk jobban, hatékonyabban működni. Reméljük, marad is lent. Pénteken ismét esett az árak utakon, a 95-ös bruttó 4, a dízel 3 forinttal lett olcsóbb. Előbbi átlagára most 340-341, utóbbié pedig 346-347 forintra mérséklődött. Az olcsó üzemanyag szinte vonza a sofőröket, akik most többnyire teletöltik a járművüket, és nem aprózzák el a tankolást. Egyszerűen szerintem nem lehet kiigazodni rajtuk, de tankolni pedig muszáj, tehát nem tudunk mit csinálni az árakkal. Hiába van magasan, ilyen világot élünk, rohanó világ, autókkal járunk mindenhova. Elemzők szerint most minden az autósoknak kedvez, olcsó a nyersolaj és jelentős túltervelés is van a világban. Ennek ellenére hozzáértők azt mondják, hosszú távon csak az biztos, hogy bizonytalanság uralja az üzemanyagpiacot, vagyis néhány hétig várhatóan még marad az olcsó benzin és gázolaj, de hogy mit hoz a késő ősz és a tél, azt a szakértők sem merik megjósolni.